Ünnepélyes keretek között leplezték le azt a sztélét, amely azt jelzi, hogy a Vörös Marti emlékház mostantól történelmi emlékhely. Ebben az 1801-1802-ben épült gazdatiszti házban nevelkedett a szózat költője. A benne található kiállítás a legfontosabb dokumentumok segítségével bemutatja a költő életútját, a relikviák pedig a mindennapjaiba engednek betekintést. Egy történelmi időszakot, kiváló személyiségeket hozzuk a múltból a jelenbe, és így megvalósul az, különösen ha továbbadjuk a következő generációnak, ami már közhelynek tűnik, de nagy igazság, hogy a nemzet nem más, mint a múlt, a jelen és a jövő magyarjainak a szövetsége. Ez pedig már a Szűcs Galéria, amely az emlékháztól nem messze kapott helyet, és a Covid-járvány idején elhunyt szobrász művész előtt tiszteleg. Itt a köztéri alkotások mellett két pavilonban láthatóak Szűcs László kortárs kőszobrai mellett kis plasztikái is. A szobrok világa a kézzelfogható valóság, a hangsúlyos jelenlét univerzuma. A létezés, a tapinthatóság, a valódiság semmihez sem fogható élményt szimbolizálja. Kő, fa, fém, anyagok, melyeket az ember munkál meg ősi tudással és legbensőbb késztetéssel. Az elmúlt héten a Vörös Marti Emlékházat 2900 látogató tekintette meg. A jövőben azok, akik ellátogatnak az emlékházhoz, immár egy galériát is körbejárhatnak, a történelem mellett így a kortárs szobrászatot is megismerve.